pár évvel ezelőtt történt, hogy Párizs legnagyobb repterét 500 migráns elfoglalta. Céljuk az volt, hogy a francia állampolgárságot kapjanak, vagy legalább állandó tartózkodási engedélyt. Tüntetésük közben a következő felkiáltások hangoztak el. Franciaország nem a franciáké. Mindenkinek joga van itt élni. A franciák valóban maguknak köszönhetik a ma ott uralkodó állapotokat, de mégsem szabad elhamarkodottan ítélkeznünk. Az Európai Unió minden tagállamra igyekszik rákényszeríteni a kötelező befogadást. Az biztos, ha nem teszünk semmit, egész Európa a franciák sorsára fog jutni. Országgyűlési képviselőnk a legutóbbi felszólalása során is hangot adott a parlamentben annak, hogy milyen állapotok uralkodnak a magyar határokon, és a helyzet valóban vérlázító. Következzen a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Novák Előd. Tisztelt Hölgyek és Urak, kedves Bajtársak! Vigyázó szemetek, Párizsra vessétek! Ne jussunk Franciaország sorsára! És nem csak arra gondolok, hogy a kormány által legalizált migráció miatt először az akkumulátorgyárak régióiban megindul a nemzetközi lakosságcsere, valamint a labdarúgó válogatottunkat, illetve előbb főként az MB1-et ellepik az idegenek. Arra is gondolok, hogy az illegális migránsok elszemtenenednek, egyre erőszakosabbak, a rendőrök pedig nem merik használni fegyverüket a csak szavakban markáns kormányzat iránymutatásai miatt. Bizony a 2006-os rendőrterror után a Luó túlsó oldalára estek a fegyverhasználat terén, így a bűnözők, különösen az illegális migránsok felbátorodtak, egyre gátlástalanabbak. A jelenlegi túlzottan szigorú szabályok között a rendőrök szinte soha nem merik használni fegyverüket a bűnözőkkel szemben. Például néhány hónapja az m autópályán több tíz kilométer hosszan üldöztek olyan embercsempészeket, akik közben éles lőszerrel tüzeltek a rendőrökre a forgalomban, majd amikor a bűnözők egy mező felé elszaladtak, még akkor sem merték használni a fegyvereiket a rendőrök. Ezért a hatósági személyek szolgálat teljesítés közbeni fegyverhasználati jogának szélesítését is szorgalmazza a mi hazánk. A belügyminiszter ezt az indítványomat néhány hónapja azzal utasította el, hogy az idei új budai rendőrgyilkosság esetén megvolt a lőfegyver használat lehetősége, a rendőrt ezúttal nem hurcolják meg érte. De miért kellett idén is egy rendőrnek meghalnia ahhoz, hogy egy késsel támadó bűnöző ellen végre fegyvert használhassanak. A kormány mégsem látja be, hogy a rendőrök fegyverhasználati jogát bátorítani, illetve e jogaikat szélesíteni kell. A jelenlegi kormányzat szabályozási bűne az is, hogy a magyar gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették. Abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa azzal, hogy aki a közrend, a közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen látszatot kelt, mondjuk járőrözni merészel, a szabálysértést követel. Pedig az önkéntes erőket nem üldözni kellene, hanem állami irányítással hasznosítani. Tehát a mi hazánk mozgalom a civil erők bevonását szolgalmazza a rendteremtésbe, hiszen Franciaország mostani példája is mutatja, hogy ott most 45 ezer rendőr sem elég az utcákon. És ez a veszély, az anarchia fenyeget több európai országban is. Az Unió által hazánkra erőszakolni szándékozott migránsokat Afrikába küldené a mi hazánk mozgalom. A Nagy-Britannia Nagy és Ruanda közötti megállapodást tekintjük követendő példának, mert Magyarország a magyaroké. <coughs> Ritter Imrének, a Magyarországgyűlés német nemzetiségi képviselőjének mondtam 2016-ban egy baráti beszélgetésemen, Angela Merkel migrációs politikáját kifogásolva neki, hogy az északi civilizáció megmentésében való felelősségünk tudatában kész vagyok támogatni bizonyos menekültek befogadását, de csak például majd olyan németeket, akik saját hazájukból kell meneküljenek az illegális migránsok térhódítása miatt. És bizony, az északi civilizáció élettere visszaszorulóban van, aminek elsődleges oka az önzés, a túlzott jólét, hogy nem vállalunk elég gyereket. És tére téren nem is korrekt mindig a kormányra mutogatni. Álságos az a kifogás, hogy az anyagi biztonság hiánya miatt nem vállal valaki legalább a reprodukcióhoz szükséges két gyereket. Mert án a világháborúkkal terhelt 20. században, vagy a jobbágyok korábban nagyobb anyagi biztonság volt? És most a német vagy a japán életszínvonal megfelelő lenne? Csak mert azokban az országokban még jobban fogy az ősonos népesség. A demográfiai fordulatot természetesen lehet célzott anyagi támogatásokkal is ösztönözni. Van is programunk rá, de sajnos a ma megszavazott költségvetés alapján jövőre a kormány, 50 milliárddal kevesebbet szán családtámogatásokra, és akkor még nem beszéltünk a lakástámogatások 200 milliárdos megvonásáról, vagy az inflációról. De elsősorban egyéni, hazafias felelősségünk van a népesedés terén, a háborúk is leginkább a hálószobákban dőlnek el. Pokol Béla az Európa végnapjai, a demográfiai összeroppanás következményei című könyvében is megállapította, hogy a Cigányság generációnként megduplázódik, és tegyük hozzá, hogy a magyarság pedig szinte megfeleződik egy nemzedék alatt, hiszen ha az 1,5-es termékenységi rátából levonjuk a cigányság népesség robbanását, melynek pontos mértéket a kormány titkosítja, akkor nem sokkal egy felett lehet csak az egy magyar párra jutó gyermekek száma. Ez a mi felelősségünk. Több száz éve küzdünk régi migránsaink a cigányság integrációjával sikertelenül. Az egyre jobban égető problémát a kormány a szőnyeg alá söpik. És ha kimondjuk például a cigánybűnözés szót, 5 millió forintos bírsága büntet ezért engem most Kövér László, pedig a szó használatának jogszerűségét már 2010-ben is megállapította a legfelsőbb bírósága közmédia hasonlóan önkényes tiltása esetében. A házelnök ráadásul a mi hazánk BTK szigorító törvény javaslatát is letiltotta hasonló indokolással. Így a társadalmat sújtó probléma megoldása helyett polkorrekt struc politikát folytat a kormány. Ha a cigánybűnözés szót egyetemlegesen betiltanák, akkor ennyi erővel a politikus bűnözésről, vagy a fiatalkorú bűnözésről sem lehetne beszélni, pedig egyik sem általánosító, pusztán bizonyos tipikus bűnelkövetési formákról, illetve azok visszaszorításához szükséges, specifikus megoldási javaslatokról van szó. Kövér László ráadásul letiltotta a cigány bűnözés szót mellőző formában benyújtott törvényjavaslatunkat is, amely egy szakmailag alaposan kidolgozott életmentő indítvány, azzal a lényegre törő címmel idézem: a rejtett erőforrások. Bűnözésének visszaszorítása érdekében a büntető törvénykönyvből szóló 2012. évi századik törvény módosításáról. De térjünk vissza legújabb kori migránsainkra. Tisztelt honfitársaim! A kormány sajnos több ezer embercsempész szabadon engedése mellett támogatja a legális bevándorlást is, tehát a főként Ázsiából hozzánk érkező vendégmunkások letelepedését. Az illegális migránsokkal szemben is csak fél megoldás van. A Torockai László által még ásotthonon polgármestereként 2015. januárjában javasolt határkerítés megépült, fél évvel később, de az áttörő migránsokat csak visszakísérgetik a startvonalra, hetente egy-két ezret, hogy újra próbálkozhassanak. Nem is vizsgálják át ugyebár a ruházatukat, a rendőrök táskáikat sem, pedig van náluk drog, fegyver, pénz is bőven, mármint a migránsoknál természetesen. Eddig mintegy 700 milliárd forintot költöttünk az illegális migránsok elleni déli határvédelemre, és a kormány hiú ábrándja, illetve a magyar emberek hitegetése, hogy ezt majd az EU egyszer persze kifizeti. Nekem különösen fájó kimondanom, de mégis ki kell mondjuk, hogy a magyar határt nem a honvédek védik meg, vagy a rendőrök, és nem is a kerítés, hanem az alacsony bérek és a múlt hónapban megszavazott import törvényel is azt célozzák, az ázsiai vendégmunkások tovább csökkentsék a magyar béreknek legalábbis a reál értékét. De nem így kéne ezt csinálni a mi hazánk mozgalom szerint. A kormány lesöpörte javaslatainkat, hogy több millió forintos helyszíni bírságot szabjanak ki a kerítésen átjutókra. Pedig a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, mely jellemzően az embercsempészekhez jut. Elkobzásukkal viszont hamar elmenne a migránsok kedve a Magyarországon való próbálkozástól, és így százmilliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az ereptetőbb hatású szankciókkal, és eredményesebb is volna a kontinens hódítók visszaszorítása. Persze a liberális nemzetközi jogvédő, mondjuk inkább, sok esetben inkább bűnpártoló szervezetek majd lehet, hogy sipítoznak, hogy Magyarország kirabolja. A migránsokat, de én ezt sem bánom, legalább majd messze elkerülnek minket a hír alapján is. Miért mi fizessük a sorozatosan rongált határkerítés javításait, amelyek összességében már 700 milliárd forint közelében vannak a határvédelem összes kiadásait tekintve? Orbán Viktor most hétfőn az országgyűlésben azt felelte ez irányú felvetéseimre, hogy nem viszi rá a lélek, hogy a nyomorult helyzetben lévő embereket, hát idézőjelben csak én teszem persze, megbírságoltassa. Pedig a határkerítésen áttörő migránsok, szinte mind életerős férfiak, akik gyakran a rendőröket támadják, most pedig épp Franciaországot dúlják fel. Ezért jöttünk ma ide szolidaritásból, és figyelmeztetésül a francia konzulátus elé. Orbán Viktor pedig közben ráviszi a lélek, hogy megsarcoltassa a devizahiteleseket, az autósokat, a kisvállalkozókat, sőt, a világrekord álfával gyakorlatilag minden magyart. Minket egyáltalán nem sajnál, sőt, a magyar történelemben a legtöbb rendőrségi eljárás megindítására egy nap alatt nem az 50-es években, nem 2006-ban került sor, hanem 2021. március 15-én a mi hazánk COVID-diktatúra elleni lezárás ellenes tüntetésén. Akkor esetenként milliós bírságok mellett, például Toroszkai László másfél milliós, illetve jó magam 750 ezer forintos bírsága mellett számos zászlónkat, transzparensünket is elkobozták, nyilvánvalóan a felső butasításra. Ugyanezt miért nem tudják megtenni a déli határkerítésen áttörő migránsok mobiltelefonjaival, bűnjelként lefoglalva azt? hiszen azzal az embercsempészek felderítését is megkönnyítenék ráadásul az szintén elvehetné a migránsok kedvét, hogy nálunk próbálkozzanak. Kísérletet sem tesznek az illegális migránsok igazoltatására sem, pedig milyen érdekes volna egy kimutatás, hogy valaki már mondjuk 18 szorra próbálkozik büntetlenül. Na jó, valószínűleg annyiszor azért nem, mert hamarabb átjut Magyarországon. Akár milyen körözött bűnöző, kiutasított embercsempész, akár hányszor próbálkozhat, bármilyen terroristáról is legyen szó, akár nemzetközileg körözve, csak visszataxizzuk őket a határkerítés túloldalára. Bilincselés sincs. Az M plusz egyedik átszökési kísérletük hát majd sikeres lesz. De hát így mi értelme az egész határvédelemnek? Csak az alacsony bérek védenek meg minket, nem a határkerítéssel való szemfényvesztés. Nem csoda, hogy a szlovák házelnök néhány hónapja azt mondta, hogy már régen le kellett volna zárni a szlovák-magyar határt, mert ott a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek. Ezt mondta a szlovák házelnök, ennyit a magyar határvédelemről, nagy büszkeségünkről. És ez a kormányműne. Ez is mutatja, hogy mennyire működik eretető, hatás, eretető hatású szankciók nélkül a határvédelem. Szinte semennyire. mennyire. Nemrég az osztrák külügyminiszter is úgy fogalmazott... Hogy az elítélt embercsempészek keresztése a szervezet bűnözés érintett tagjainak kedvez. Igazat kell adjak neki. Nemrég pedig Ausztria nagykövetségén hallgattam az illetékes parlamenti képviselőik, honvédelmi bizottságaik tagjainak jogos kritikáit is. Mi szemetetnénk a börtönökben persze az embercsempészek tömegeit, de mi eretentő hatásunk szankciókkal távol tartanánk az illegális migránsokat. A helyszíni. Bírság, pénzbírságon és mobilok elkobzásán túl, ami után persze szabadlábon védekezhetnek Magyarország belsejében, nem engedjük be őket, mi bevezetnénk a határt védő rendőrökre vagy honvédekre támadókkal szemben az elrettentő hatású tűzparancsot. Ugyan! Nem csak önvédelmi célból, hanem a haza megvédése érdekében is fegyverhasználati jogot adnánk, hogy kellően eretentő erővel lépjünk fel az erőszakos hatásértőkkel szemben. Na persze az első lövés figyelmeztető lövés kellene legyen. De a jelenlegi szabályozások miatt egyre több honvéd és rendőr szerel le, egyre nagyobb a létszámhiány. Sőt, egy abszurd kormányrendet lehetővé tette idén, hogy a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel felmondhassa a szolgálati viszonyát olyan katonáknak, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 év szolgálati viszonnyal rendelkeznek. A kormány a létszámhiány orvoslásáról beszél, de ez az első létszámbővítés, létszámbővítés a világtörténelemben, amelyet elbocsátásokkal kezdenek. Eleve lasszóval kell fogni a manapság a katonának menőket, a honvédelmi miniszter meg kirúgja őket. Nem hiszem, hogy sok fiatal megy majd katonai pályára, abban a mostani tudatban, hogy 45 évesen utilaput kötnek a talpára. Hiszen ez normális esetben egy élethivatás lenne. Kirúgják az idősebbeket, pontosabban a középkorúakat, 42 éves őrnagyról is láttunk már, olvastunk híreket, ahogy kirúgják a nemzetibb érzelműeket és az oltatlanokat is. Nem újdonság ez. A Covid diktatúra legdurvább oltása kényszerítése a honvédségben volt, hiszen aki a kísérleti vakcinát visszautasította, azt rendelkezési állományba helyezve, illetmény vagy fizetés nélküli szabadságra küldték egy évre, de leszerelési tilalommal is sújtották őket, sőt, a másodállás sem engedték nekik, magyarul haljanak éhen a családjukkal együtt. Miért nem engedték dolgozni őket valamit? Majd egy nappal az oltási kötelezettség megszüntetése előtt megszüntették az érintettek munkaviszonyát. A nemzetközi példák ellenére sem hajlandó kártalanítás, kártalanítani az érintetteket. Pedig, még ha igaz is lenne az a hazug kormányzati propaganda, hogy az oltás működik, abban az esetben a magukat beoltók elvileg biztonságban voltak, vannak az oltatlanoktól is. Így pedig mondjuk ki, jelenleg nem lesz ütőképes honvédségünk és rendőrségünk. Tisztelt Hölgyek és Urak, zárásként hadd ajánljam Szakács Árpáz kitűnő kiadója a Kárpátia Stúdió egy remek könyvét, a Gerilla Franciaország végnapjai címűt. Itt a francia konzulátus előtti szolidaritási tüntetésünkön, mert ez a regény a közeljövő, vagy inkább már jelen, sötét Franciaországában játszódik, ahol egy a rendőri intézkedés egy párosi külvárosi negyedben tragédiába torkolik. Az egyik csapdába csalt rendőr elveszti a hidegvérét, és válogatás nélkül tüzet nyit. Az iszlamista gettó lángra lobban, amiben az egész ország beleremeg. Városról városra terjed tovább a tűz, a köztársaság darabjaira hullik. A rendőröket, a bűnözőket, a terroristákat az állami vezetőket, az újságírókat és az átlagpolgárokat egyaránt maga alá temeti a káosz. Az áram és vízszolgáltatás gyorsan megszűnik, az élelmiszerkészletek kimerülnek, nincs többé közrend, kommunikációs szállítás és orvosi ellátás. A káosz eléri a vidéket, a társadalom széthullik, és a városok, az erőszak, a fosztogatók és a hatalmas tűzvészek áldozatául esnek. Mindentől megfosztva és magukra utalva, a polgároknak fel kell készülniük, hogy szembeszálljanak a pusztítással. Izgalmas és elgondolkoztató olvasmány. Tisztelt honfitársaim, ami Franciaországban történik, megtörténik majd sok más helyen is. Akadályozzuk meg, hogy Magyarország is anarhiába fulladjon. Védjük meg hazánkat a migrációtól, mert Magyarország a magyaroké. Fel a győzelemre!